Maros megyében is kezdetét vette a 6. Székelyföld napok rendezvény sorozata. A Maros Művész Együttes székházában kiállítás megnyitóval, könyvbemutatóval és táncelőadással indult a népi hagyományok ünnepe. A Székely Népi Kultúra és a Néptánc ünneplésével indult a 6. Székelyföld napok programsorozata Marosvásárhelyen. Útjára indították a Kriza János Néprajzi Társaság Képek és Értékek című vándorkiállítását, amely a népi kultúra értékeit hozza test közelbe. Ezeket a klasszikus nagy témákat akartuk körüljárni, ugye a népi mesterség, kézműves mesterségek, a népi építészet és minden, ami hozzátartozik, az egyes alkotóelemek, a népi díszítőművészet, ugye a népviselet, a néptánc, és hát jó néhány olyan épület is, ami lehet, hogy nem népi eredetű, de mindenképpen a népi környezetben is, hát úgy mondjam, jelen van, és meghatározó szerepe van, térszervező szerepe van, ilyenek például a templomok. Bemutatásra került ugyanakkor Járai Fekete Katalin Sánta Rezső a Repülő Táncos című könyve, mely a neves szólótáncos és az Állami Székely Népi Együttes mozgalmas életébe enged bepillantást. Sors Zoltán, a Maros Megyei Múzeum igazgatója az ünnepségen hangsúlyozta, a Székelyföld napok célja a hagyományok tovább örökítése. Mi tovább kell tudjuk adni a következő generációknak azt, hogy mit jelentett ez az ország, ez a város, és ez a régió, amit úgy hívunk, hogy Székelyföld, és erre büszkék kell legyünk. Van, akit ez még zavar, de én abban reménykedem, hogy az elkövetkezőkben meg tudunk mindenkit győzni Marosvásárhelyen, és ettől nem kell félni. Ezzel nem lesznek kevesebbek, sem románok, sem magyarok. Itt élünk ezen a földön, és ezt úgy hívják, hogy Székelyföld. Az estét a házigazda Maros Művész Együttes Szép Piros Hajnalban című előadása zárta. A 6. Székelyföld napok programja október 18-áig folytatódik.